Sziasztok, Bonalmás vagyok a Vicszától, és COVID-19-ről fogok nektek beszélni. Nagyon örülök a másik előadásának, hogy megkérdezte az enyémet, mert így egy csomó minden nem kell elmondanom, amit egyébként én nem is annyira akartam elmondani, mármint hogy ennyi részletesen. Én alapvetően fejlesztési ember vagyok, így inkább egy ilyen fejlesztési kapcsolatos tapasztalatot hoztam nektek, mégpedig a cross-platform keretrendszerekről. Nem tudom, hogy ez mennyire érdekes téma nektek, én azt látom, hogy a mobil fejlesztési ágon most ez egy elég forró dolog, és elég sok helyről vannak információk. Azt is látom, hogy nagyon sok fejlesztőnek megvan róla a véleménye, viszont nagyon kevés van, aki ezt tapasztalatokkal tudja letámasztani. Mivel 20 alkalmazásunknak a mobil klienség, azt egy cross-platform keretrendszerben készítettünk, és ezeket a tapasztalatokat szeretném elsősorban hoztani veletek. Nem fogom megúszni, hogy az alkalmazásunkról beszéljek, úgyhogy ugorjunk is neki. Mi a Fuxa? Gyakorlatilag egy e-money fizető eszköz. Nekünk nincsen még a Magyar Nemzeti Banktól e-money licencünk, ez folyamatban van, viszont nem működünk illegálisan, tehát a Magyar Nemzeti Banktól van egy jóváhagyásunk egy mostani tesztkörre. Idén februárban indult, illetve egy régebbi dizájnban, meg egy régebbi klienssel, ami Nadine-ban jönös volt, és április végén jött ki a cross-platform keretrendszerben fejlesztett applikáció. Hát elég rossz, hogy ezt, én ezt azért tartom ide, hogy kiemelje, de ez igazából lehetnek rajtam. Azt mondom, hogy most fogadj pénzt és fizess. Tehát gyakorlatilag erre szól az a funkcionalitás, magánszemélyek egymás között tudnak így pénzt forgalmazni, fogadni, küldeni, tudnak elfogadóhelyet fizetni, webshopban, stb. De ez nem csak egy fizetési, tehát egy mobil applikáció, ez nyilván egy mobil pénztárca, de ott van egy pénzügyi szolgáltatás, illetve egy platform az elektronikus fizetési szolgáltatásokhoz, tehát épületben, webshop, egyéb kuponrendszer, elfogadóhelyi akciók, stb. Tehát ez igazából platformként tekintendő. Én most nem erről fogok beszélni, hanem az alkalmazásról. A működése az hasonló, mint a Barionnak. Van egy központi számla, illetve mindenkinek van egy ökámotja, erre fel kell tölteni pénzt, és utána azt különböző helyeken el lehet tölteni. Miért csináljuk? Azért, mert a készpénz az elavult, lassú, kényelmetlen, régen olyan kis kagybok voltak, most papírpénz, meg ilyenek, mi azt gondoljuk, hogy ennél lehet jobbat csinálni. A bankkártya igazából nem versenytársunk, tehát azért azt észre kell venni, hogy egy e-money eszköz, ami a zsebben a mobiltelefonon van, az nem kifejezetten a bankkártyát fogja kiváltani, meg fogja helyettesíteni, és Bluetooth, QR kód, NFC ide vagy oda, egy PayPass-os fizetés soha nem fog tudni megkérni egy olyan alkalmazást, amit el kell indítani, be kell írni a kódomat, csinálni kell, de a bankkártya nem erre fér, ezt csak azért hoztam ezt az ábrát, hogy ez a Diners Clubnak az első bankkártya, ez 1951-ben jött ki, 200 darab usere volt, és 27 elfogadóhelyen lehetett használni. Egyébként ez is ilyen éttermes sztori, majdnem kocsma. És reméljük, hogy nekünk nem kell majdnem 70 évet várni arra, hogy olyan részű legyen a mi alkalmazásunk, illetve ezek az e-mail rendszerek, mint a Diners Club. És 2014-ben mindenkinek van telefonja, a postterminál, gyakorlatilag postterminál, tyúk, szeretjük az életünket megkönnyebbíteni. Szuper, köszönöm, hogy más magot. Nem fogok screenshotokat mutatni az alkalmazásból, viszont erről szeretnék inkább beszélni. Rendszer felépítés, szerver, kliens, van közt egy REST kapcsolat, szervernek a belső komplexitását Tamás kb. Berajzolta, hogy ez tényleg egy banki rendszer, egy banki szolgáltatás és MNB-ig volt. Hétfői sárkány őrzi, nem akarok erről sokkal többet beszélni, és van egy kliensünk. Ami kliens felé mi ezeket az elvárásokat
szerintem viszonylag egyértelmű az egyik. Az elérhető az lehet, hogy magyarázatra szorul. Mi a helytekségünket nem abban szerettük volna kifejezni, hogy mindenféle ilyen még ki nem próbálták, hogy meg a legújabb dolgokat a tudára, azt érzük, hogy ezeknek van kerülő a kiforrása. Az elérhető számunkra az, hogy egy 20.000 forintos Android telefonra letöltve és lehessen használni, amiben lehet, hogy még Bluetooth 1.0 sincsen, vagy NFC-nek pláne sincsen. Nyilván érezzük, hogy ezek a trendek jönnek, és ezekre rá kell ülni, de most tényleg azt szeretnénk, hogy egy széles körben használható alkalmazást legyen. Szuper. Milyen elvárások vannak a fejlesztő eszközzel kapcsolatban? Legyen hát egy rugalmas UI kezelés, ez nagyon fontos. Azt érezzük, hogy a Google járt, 2 perc, nagyon gyors lesz, hogy nincs. Lehet? Tényleg gyors lesz. Oké, akkor erre nem beszélek. Ezek az elvárások vannak az eszközünkkel. Milyen cross-platform keretrendszerek vannak, itt kiemelni a Thunderbirds-t. Ezt egy tök jó cucc, Adobe átvette 2014-ben, nagyon jól nyomják, csomó szolgáltatásra, erősek a meeting. Oké, meeting ilyen, széles körű eszköztámogatás, rugalmas UI, olvassa mindenki végig, de egyes a megfelelő vissza fog térni a végén. Oké, fejlesztők is szeretjük meg konzolt, csinál ellenvélemény. Vannak azonban tapasztalatok, akik azt mondják, hogy ez azért rosszak ez a keretrendszer, hogy lassú, hosszú struktúrák, nehezen kezelhetők, nem hozzák a napi szintet, nem szeretik a fejlesztőt. Oké, ezt ígéri a Fonger, nem tudom, a Fongerről ki hallott már. Tök jó, aki nem hallott, az a Fonger.com, ahol meg tudja nézni, hogy mire szól. A lényeg az, hogy az alkalmazást az HTML-ben, JavaScript-ben és CSS-ben kell összerakni, valahogy környezik teljes alkalmazás, ami a Fongerben keresztül éri el a natív rendszer. Vannak erre különböző framework-ök, amiket lehet használni a JavaScript oldali alkalmazás kivitelezésére. Nekünk ezek kellenek, és itt a lényeg az, hogy lightweight legyen és gyors, ez alapján is tudtunk egy csomót, maradt az Angular-es, meg a Backbone, az Angular-es használjuk ki, akik érdekel nézve meg, hogy a cucca úgy fejlesztik, és eredményhirdetés. Na és ez igazából a fontos. A széleskörű eszköztámogatás az egy ígéret, ilyen nincs. Ugyanúgy elszáll, ugyanúgy nem lehet lefordítani azokra a platformokra, amire ígéri változtatás nélkül. Nem igaz, rugalmas UI nagyon jó, agilis fejlesztés támogatása szuper, gyorsan fejleszthető, ugyan gyorsan tanulható nem igaz, mert ezek a keretrendszerek annyira komplexek, hogy nem lehet őket gyorsan megtanulni, gyorsan fejlődő, mint a natívabb támogatása, törött, szuper, ezek mind jó, és akkor az ellenkezője, lassú, ez se igaz, azok az applikációk lassúak a cross-platform keretrendszerben elkészítve, amiket rosszul írtak meg. Ilyet lehet csinálni, egy csomó programmel van, amire ez jelenti. Rosszul struktúrák nem igaz, tök jó MVP-n, MVC framework-ök vannak JavaScript-ben, amit lehet használni. Nehezen közelhető lesenyúra, igaz? A verziókezelés kifejezetten jó, nem hozzá a natív igények, ez sem igaz. Viszont a debugolás témában, és kiforratlan workflow van mögötte, tehát elég sok tervezést igényel. Konfúziót használjátok, sok esetben nem jó, learning curve magas lehet, és a fejlesztők fognak rinyálni, hogyha nekik Android helyett ebbe kell fejleszteni. További infót itt találtak rólunk, és a Bookside ki lehet próbálni a Wi-Fi-ben, itt kint, kint vannak is QR-kód, lehet olvasni, és 160 forint tervez, mint kaptuk a 320 forintos sörből, ott a szélen ülő két vagy lehet fölkölteni, hogy ez legyen. Nem tárolunk a készüléken semmit. Ez egy fontos dolog,
belföldön törni, és minden adat hitelesített SSL HTTP-s kapcsolatban kommunikál a szervezet. Kereskedőknek azt kell mondani, hogy kérdezett tőlük, hogy lehet-e buszállal fizetni, hogy igen, és utána nézni kell a mobiltelefonjukat, hogy csip van-e. Ez volt a kérdés, vagy az, hogy mit kell csinálni, hogy belépjenek a buszás hálózatba. Észegi e-mailt a szakvartok az Boxabban derű címre, és megkeresem téged, kapsz egy QR kódot, kapsz egy eszközt, ami fut a Boxa alkalmazás, és onnantól kezdve a Boxa elfogadó helyé vagy. Az is megy, van egy napi leírás, vagy egy fejlesztői dokumentáció, ami alapján akár személyes kontakt nélkül is a webshopot hozzá tud kapcsolni a rendszerhez. Készülnek ilyen elterjedtebb webshopok, az plug-inek, amikkel ilyen, nem tudom, e-commerce, meg hasonló dolgokat be lehet kötni. Hogyha szükséged van rá, akkor olyan fejlesztői támogatást, de javaslom, hogy a szápolt kutatóhozó.eu-ba indítsd a sztorit. Mármint biztonsági szempontból, hát mivel hogy ez az e-mail engedélyeztetési folyamatnak része egy elég komoly külső audit is, hát akkor minket félre informáltak, tehát független auditor néző rendszer, és igen, szeretnénk, tehát etikus helyként, ha etikus helyként gondolsz, akkor azt nem szeretnénk. És? Most a tesztutőszakarat ingyen van, viszont a későbbiekben az a terv, hogy a buxás tranzakciók azok buxán belül teljesen ingyenesek, viszont ha te kereskedőként ki akarod venni a pénzedet a buxa rendszerből, akkor ott egy 1%-os ilyen kiutalási díj, e-mail visszaváltási díjat számolnak fel. Nem. Ilyenkor blokkoljuk nyilván az
szomorú, és nem előttek a kamaráink, és én végül. Köszönöm.